Ebben a videóban 10 gyakori problémát említek meg, amelyekre a 2010-től 2014-es Volkswagen Golf és Golf -géti hajlamos. Egy számú. A Takata Driver oldali légzsákkal felszerelt járművek egy részét visszahívták az Egyesült Államokban. Mert a vezető légzsák felrobbanhat a légzsák kioldásával járó ütközéskor. Az éles fémdarabok elüthetik a vezetőt és az utasokat, súlyos sérüléseket okozva. A javítás abból állt, hogy az érintett járművekben a hibás légzsákot egy új, továbbfejlesztett kialakítású légzsákra cserélték. Kettő számú. Néhány ilyen járművet visszahívtak az Egyesült Államokban, mert haj vagy más szálak szennyezhetik a légzsák órarugóját. Ez a szennyeződés elszakíthatja a kábelt, és megszakadhat a vezető oldali előső légzsák elektromos kapcsolata. Ez a probléma megakadályozhatja a légzsák kioldását járműbaleset esetén, ami növeli a sérülés kockázatát. A javítás abból állt, hogy az érintett járművek légzsákóra rugójára védőburkolatot szereltek fel. Három számú. Néhány ilyen, kettő literes motorral felszerelt jármű vízszivattyúja hajlamos arra, hogy hűtőfolyadék szivárgást okozzon, mielőtt a jármű eléri a 150 ezer kilométert, és ki kell cserélni. 4. számú. A 2 literes tészi motoroknál a szívócső szárnyait működtető műanyagkar hajlamos eltörni, a szárnyakat forgató dugattyú pedig hajlamos elhasználódni. Ez a probléma azt okozza, hogy a szívócsatorna szárnyai nem nyílnak és záródnak megfelelően, és a motorvezérlő modul általában a P2015 kódot tárolja. A Volkswagen frissített kialakítású szívócsonkar rendelkezik, amely tartósabb, mint az eredeti alkatrész. 5 számú néhány ilyen jármű indító motorja 150 000 és 180 ezer kilométer között hajlamos meghibásodni, ezért cserére szorul. 6 számú. Egyes benzinmotoros járművek gyújtótekercsei 150 ezer és 190 ezer kilométer között hajlamosak meghibásodni vagy meghibásodni. Ez a probléma azt okozza, hogy a motor durva alapjáraton jár, és a henger gyújtás kimaradása miatti tétovázást okoz gyorsítás közben. 7 számú. A közvetlen sebességváltó, más néven DSG sebességváltó néhány ilyen járműben hajlamos a meghibásodásokra, ami miatt a jármű nem vált megfelelően. 8 számú. Egyes járművek kerékcsapágyai 140 ezer és 170 ezer kilométer között hajlamosak zajossá válni, ezért cserére szorulnak. 9 számú. A 2 literes és 2,5 literes benzinmotorokkal felszerelt járművek némelyikében a nagynyomású üzemanyag szivattyú hajlamos a meghibásodásra és idő előtti meghibásodásra. Ha ez a rész meghibásodik vagy meghibásodik, az alacsony üzemanyagnyomás miatt a motor durva üres járatát, lassú teljesítményét és tétovázását okozza a gyorsítás során. 10. számú. Az alsó vezérlőkar persejek némelyikében hajlamosak a gyorskopásra, ami beállítási problémákat és egyenetlen gumikopást okoz, ezért cserére szorulnak. Ez a tíz gyakori probléma, amelyel a hatodik generációs Volkswagen golf járművek hajlamosak szembesülni.